Sokszor mondtam már, hogy palacsintát készíteni nem nagy ördöngösség, ezt most meg is fogom mutatni, méghozzá egy alaprecepttel, utána pedig készítek belőle egy klasszikus palacsintás desszertet. Azzal fogok kezdeni, hogy a tojásokat egy csipet sóval felverem. És célszerű mindezt egy kézi habverő helyett egy ilyen elektromos masinával véghez vinni, mert így majd a lisztben nem maradnak benne a csomók, hanem szép, egyenletes, homogén lesz a tészta. Jön hozzá egy minimális mennyiségű cukor, és ebből csak egy evőkanálnyit fogok hozzáadni. Hiszen, hogyha túl sok benne a cukor, akkor sütés közben elkezd karamellizálódni, amitől aztán könnyen letapadhat. Hozzáadom a lisztet is. És jön bele egy kevés tej is, éppen csak annyi, hogy simára csomómentesre tudjam keverni. És amikor már tényleg egyetlen göcsört sincsen benne, akkor fogom hozzáadni a maradék tejet, illetve öntök hozzá szódavizet vagy ásványvizet. Nagyjából fele-fele arányjal fogok dolgozni. És itt van még a kezemben egy adag olvasztott vaj, ezt is hozzákeverem a tésztához. Ezzel a palacsintatészta el is készült, már csak egyetlen egy dolog van hátra, méghozzá pedig az, hogy egy órát a hűtőben fogom pihentetni. Szép, krémes és megfelelően sűrű is az állag, úgyhogy el is kezdem őket kisütni. A palacsinta sütőt kikenem még egy kevés olvasztott vajjal. És mivel viszonylag nagy mennyiségű vaj került a tésztába is, ezért nem is fogom majd folyton vajazni a serpenyőt, elég volt csak így legelőször az elején. És ez a híres palacsintás desszert, amit az elején emlegettem, az a krepszüzet lesz. Méghozzá a narancsnak a levét, a héját is használni fogjuk, valamint még egy kis narancs likört is keverek bele, de mutatom is, hogy hogy készül. A héját egy zöldséghámozóval megpróbálom óvatosan levágni róla. Egy narancsnak a héja elég is lesz, viszont legalább háromnak a levét fel fogom használni. Amíg a narancs lecsöpög, addig pedig felcsíkozom a narancsnak a héját. Ebbe a felhevített serpenyőben jön néhány evőkanál cukor. És egy borostyán színű karamellt kell belőle főznünk, utána megy majd rá a narancslé. És az a lényeg, hogy nagyjából az egyharmadára visszafogjon és jól besűrűsödjön az egész. Ezen a ponton kell hozzáadni ugyanis a narancshéjat, valamint egy kupica narancslikört. Hagyok az alkoholnak egyetlen percet, hogy elforjon, utána pedig legvégső lépésként hozzáadom a vajat. És ezzel gyakorlatilag a vajas, narancsos mártás el is készült, annyi a feladat, hogy a palacsintákat összehajtogatom, beleteszem, átmelegítem és már tálalhatom is.